Sziasztok srácok, arra gondoltam, hogy ebben a videóban build battle-ozni fogunk, és már kezdődik is a meccs. Na, igen, ez eléggé gyors lett, szóval lehet süttemény, lehet zongora, lehet mars, lehet valami, nem tudom, bean, az bab vagy borsó, és lovag. Fogalmam sincs, hogy melyik legyen. Mars. A marsot az... Hát az hogy építem meg a marsot? Na jó, mindegy, akkor legyen az, hogy vörös homokkő lesz az alja. Nem tudom, miért 64-et csinálok, oké, és akkor én arra gondoltam, hogy lehetne mondjuk ilyen szürke terrakottából, nem gyapjú, hagyjál békén, a gyapjúddal, vagy akár csiszolt kőből, nem lehet csiszolt kő, nem igaz, hát akkor minek van itt bent, ez mi? Ez se lehet? Hát mit lehet akkor? Nem igaz, hogy nem lehet terrakottát használni, csak gyapjút, meg ilyeneket lehet használni. Hát ez nem túl sok, az nem túl sok. 4 percünk van. Na jó, akkor kezdjük el. Szóval arra gondoltam, lehetne ilyeneket csinálni, hogy legyen itt egy ilyen kis bucka. Jó, szuper, ide is. Ide is csinálunk egy ilyen buckát. Csak hogy tudjátok, azért a Mars az egy kicsit olyan buckásabb, nem? Nem olyan kráteres, mint a Hold, de azért vannak rajta buckák. Elvileg ugye találtak jeget a Marson, ami ugye fagyott víz, tehát ez tök jó lenne, hogyha ezt is le tudnánk ide rakni. És akkor most jön ez, ami agyagból készül. Ez az űrállomás helyett a, mondjátok már, űrhajó. Így, és majd nem tudom, valami tüzet ide csinálunk alá. Piros és sárga, mondjuk arany blokkot rakjunk ide, meg piros színűt. Júj, oké. Ide, és majd kell rárakni üveget. Üveget gyorsan, hol az üveg? Itt az üveg. Jó, a jég helyet berakjuk. Üveg, és akkor az van, hogy nekem itt, hogy is van ez? Itt vannak a fejek. Nem, hol vannak a fejek? NPC-k. Astronauta. Jaj, az nem jó. Ó, ez jó. Ide kéne berakni az astronautát. Hogy is csináltam? Nem, NPC. Astronauta. Oda be. Ide. Júj, elrontottam. Mindegy. Ez van. Astronauta. Úristen. Ez szerintem egész jó lett. Wow, tök király. Ez szerintem egy okét kapjon. Ó, hát ez annyira nem lett jó. Mármint értitek, olyan kevés. Ja, hogy ez maga a bolygó. Ez ötletes, de... Na, én többet vártam volna ennyi idő alatt. Azért 4 perc szerintem 4 perc. Ez az enyém. Ott vannak az asztronautáim, nézzétek meg. Jó, de jó. Azt a mindenit. Remélem kapok rá valamit. Még jeget is raktam. Léci, csak az ászót elfelejtettem, és nem kaptam sajnos. Ez jól néz ki egyébként. Jaj, belementem itt. Azt, ez is ugye ilyen bolygós lett. Hát nem tudom, ez annyira nekem nem jön be. Na, nézzük ezt. Ó, wow. Na jó, én ilyet nem tudok, hogy itt az oldalát meg lehet csinálni. Na mindegy, legyen egy oké, mert ez tetszik, de csak az oldala miatt. Aj, de nem jó. Nem kellett volna még okét se adni. Szigorú vagyok, na. Ez nekem nagyon nem tetszik, mármint, hogy így nem nagyon értem ezt a koncepciót. Ez szintén abban a kategóriába tartozik, hogy ugye egy random ilyen bolygó itt van elhelyezve. Nem tudom, nekem ez annyira nem. Ó, ez itt a Föld akart lenni, és akkor itt meg egy másik bolygó. Az a baj, ez a koncepció nekem annyira nem. De mindegyik ilyen. Nagyon, nagyon gonosznak érzem most magam, de hát egyszerűen na. Jó, hát erre szuper pupot adok. Hát mik ezek az építmények? Micsoda, ő lett az első, és én 5. lettem. Hülyéskedtek. Hát én erre nem akarok GG-t adni. Hát nem már. De ez hogy lehetséges? 5. lettem! Jó, ez tuti a karma. Ez tuti, hogy a karma. Ez amiatt volt, srácok. Na, választjuk ki, hogy melyik legyen a következő téma. Húha! Jaj, cica, szia! Hát nem is tudom. Én egy festményt szívesen rajzolnék. Én egy festményt szívesen építenék, de valószínűleg akkor ez a Canon lesz. Ágyú. Ó, ez egy ágyú. Jó, na akkor legyen az, hogy gyorsan kiválasztjuk mondjuk ezt az alapkövet, és ezt berakjuk ide. Mondom, berakjuk ide. Jó, oké, ez tökéletes, és akkor egy ilyen
követ kéne csiszolt andezitet esetleg kivenni, vagy valami hasonlót, és ugye ágyút készíteni. Na de na várjatok, mert szerintem ahhoz kell fa is. Jó, akkor legyen az, hogy ezt szerintem úgy kell csinálni. Valahogy így szokott kinézni az ágyú. Nem vagyok benne biztos. De valami ilyesmi. Lehet, hogy egy képet kéne azért nézni róla. Ajaj, 4 percünk maradt hátra. Az nem túl jó, nem túl jó. Na, nézzünk már róla, hogy kell ezt itt. Aha. Csináljuk tovább. Nem rossz, aminél indultunk. Jó. Ezt tovább kéne itt emelni. És ezt a részét kell szerintem majd... ugye... hogy is mondjam... megmásítani. Bele kell majd helyezni valamit. Á, beragadtam. Mert hogy ez maga az ágyú. Hát ez mondjuk elég érdekes ágyú. Ide meg ezt berakjuk. Mint töltsőanyag, vagy én nem is tudom. És itt esetleg meg lehetne azt csinálni. Így. Hogy így tartja, vagy nem is tudom. Valami ilyesmi. Soldier. Egy soldiert lerakunk ide. És ide is lerakunk egy soldiert. Így mondjuk itt. Így. Hogy lebeg. A soldier az tökéletes. Oké, ide is lerakjuk a soldiert. Ahogy nézi a dolgokat, ugye katonát. Meg ide is. Mindig elrontom. Jó, oké. Tökéletes, és akkor ide lehetne csinálni egy ilyen hatalmas nagy várfalat. Így. Már ha sikerül befejezni. Már nem tudom, hogy mennyire sikerül befejezni. Aha, ez tök jó lett amúgy. Azt mondom, hogy ez nem rossz. Talán itt lehetne egy ilyen kaput csinálni. Jó, és akkor itt lenne a kapu, esetleg, de nem biztos, csak esetleg. Nagyon jó, nagyon király, és akkor ide lehetne még rakni sineket, amin ugye kivitték egyszer az ágyút. Viszont ide lehet, hogy kéne egy ilyet rakni. Ó, ne, ilyet nem lehet ide rakni. Vagy mi? Na azért. Nem is értettem, hogy ez mi volt. Na, hol van a sín? Ja, itt van. Tökéletes, mondjuk. Mi? Nem? Nem? Engedi, vagy mi? Hát ide meg semmit nem raktam. Jó, hát ez nagyon béna lett. Na mindegy. Wow, ez micsoda. Ez nekem nem tetszik. Na, ez már jó. Ez egy oké. Okay. Már csak azért is, mert van rajta ilyen effekt, amit én soha nem tudok letenni, mert többet kéne gyakorolnom. Jó, hát ez is legyen egy oké, mégiscsak jó. Wow, ez meg micsoda? Hát ez is egy oké kategória. Ó, ez az enyém. Legalább én kapjak. Hát várfalat is építettem, itt vannak a katonák. Hát ne hülyéskedjetek, ez tök jó. Úristen, ez nagyon ügyes lett. Azt a mindenit, ez nagyon jó lett. Ez hogy rakta rá ezt az effektet? Ez nekem meg kell tanulni. Hát itt csak a TNT. Jó, ez is egy ok kategória. Oda sorolom az összeset. És ugye ez is elvileg egy ilyen füst, gondolom, szóval... Jaj, ne! Okét akartam, bocsánat. Na, itt is van sín, de jó, azt tudom használni. Haha. Ezek most azért jobbak, mint az előző körben, szerintem. Ó, oh, wow, ez egy katona akar lenni? Vagy ez micsoda? 8. lettem! Miért? Az enyém tök jó lett! Úristen! Na jó, azért egy GG-t nyomok. Nem baj, fő a magabiztosság. Na jól van, srácok, köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Amilyen gyorsan köszöntem be, olyan gyorsan köszönök el. Azért ezt még kell gyakorolni, az biztos, de nem annyira vészes a helyzet, még azért egy-két dolgot szeretnék megtanulni, de hát időkérdése. Szóval köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, a következő videóban találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!